Sziasztok, sziasztok, itt Miharu, és... Igen, nagyon, nagyon extrém régen volt csábításból jeles, és uh, hát úgy döntöttem, hogy akkor ismét vágjunk bele. Nem mondom azt, hogy nem fedettem el mindent, de igen. Azt se tudom, hogy már mi van. Amíg itt beszélek és elmondom, milyen elhatározottam, hogy újra folytatom. Igazából, tehát amikor beütött ez a csodás járvány, hát akkor ugye úgy döntöttem, hogy nagyon sok, ugye persze a videózás azt folytattam, stb. Időm az még kevesebb lett, mint volt, hiába volt a korlátozások, stb. stb. Többet kell dolgozni. Ami így óra számban nem, de mindegy tehát igyekeztem maradni, inkább így, így mondom, üm, nekem a videózás ilyen tök jó hobbi, kiélem magam, nektek, ez azt csinálom, és ez ugye a vírus visszavetette sajnos a dolgokat, és üm, így úgy mondtam, hogy akkor jó, hát akkor a túlélésre játszunk, akkor nem veszek több akciópontot. De ez nagyon rossz ötletnek bizonyult, ugyanis üm, idézésen egyszerűbb volt venni, és már pedig azért volt egyszerű venni, mert fogyatékos vagyok, abból a szempontból, hogy én mindig elfelejtek belépni. Tudom, és nem azt, hogy mindig, de extrém sűrűn elfelejtek belépni. És ezért sosincs akciópontom. Úgyhogy megembereltem magam, és egy jó ide már csak belépkedek. Pontosan azért, hogy az élet a kampuszon, azt mindet végig nektek. A 16 epizódtól egészen végig a 20 -ig. Aztán belekezdünk a szerelmes életbe is. Ugye a gimi a 40 per 40 kész. Úgyhogy már csak csak négy rész van a kampuszból, és 10 rész a szerelmes életből. És amíg itt magyarázok, um, addig um, hát um, Megpróbálom megcsinálni, hogy lássátok, amit kéne látni. De ne féljetek, ha nem látjátok, mert. What? The? És engem sem fogtok látni, hanem csak a cséjé lesz a középpontba. Ahogy régen. Ez nem fog változni. Miért nagyon hogy lesz igazából, és majd, majd pörögjünk tovább. Hm. No, akkor újra itt a csábításból kettes, és akkor szerintem folytassuk ott, ahol um, eddig megszoktuk. És akkor igazából egy pillanatot kérek, hát magamat a túloldalra, hogy lássam a felvételt. Bocsánatot kérek, no, remélem, hogy ez így nektek nem túl öm, kicsi, mert tudom, hogy valaki egyébként telefonon játszik, tableten, stb. stb. Így ö, nem akarom, hogy túl kicsik legyenek a dolgok. A dolgok! Ugye a 16. rész következzen most a karjaid között. Ja nem, bocsánat, 10 rész következik, a cél legyen is. Én kérek eldézést! Ó, hangja is van, várjál! Aha! Bocsánat. Nem kéne ordibálnom, ugye? Um, Na, ilyen, ilyen halk, halk hangok nyugodtan szerintem um, lehetnek. Nem tudom, hogy ti hogy halljátok, de én a fülhallgatón keresztül extrém, még így is elég jó. Mi ez mi az extrém szó? Elég sokat használom mostanában. Szóval elkezdem a 17. epizódot. Uh, én arra amondó vagyok, hogy szerintem én nektek én ezt le fogom itt kicsinyíteni. Úgyhogy egy pár másodpercet várjatok mert hát egyébként csak egy vágás lesz, hogy jobban lássatok a kérdéseket, illetve a válaszokat is, amiket nektek meg fogok mutatni. Na, srácok, nem tudom nektek ez így mennyire gáz, de remélem, hogy, hogy nem az. Úgyhogy én, én remélem, hogy ez így ennek örültek, mert annó tudom, hogy volt olyan, hogy mondtátok, hogy oké, okay, hogy tök jó, nagy felbontásba veszem fel a játékot, meg mit viszont ugye a kérdéseket jobban szeretnétek látni úgyhogy ezt most megtettem megtettem tehát uh, hát, uh, elméletleg és gyakorlatilag uh, ez a rész, ez egész jó lesz hogy mennyi akciópont kell, halványilag gőzöm sincs uh, jelen pillanatban Mindegy van, van elég, mint láthatjátok 9353 Akciópontot gyűjtöttem össze Úgyhogy, na, kezdjük! Szóval, hogy is volt régen? Igen! Sziasztok, sziasztok, itt Miharu És mindenkit üdvözlök a Csábítás Béles következő részében És az Élet a Kampuszon 17. része Most kezdődik el Kemény 6 perces bevezetővel Előtte. Na, akkor na nézzük. Korán keltem reggel, még át akarom olvasni a szakdolgozatomat, ezen a héten kell leadni. Próbálok a célra koncentrálni, de nem egyszerű. Ah, csak kezdjel el az eszem, kezdjel el, jár az eszem. Az együtt hétvége emlékei megállás nélkül ismétlődnek a fejemet. Igen, tényleg emlékszem. Mm, á, jó, dereg, dereg. Mit tettek ezek? Éltem két legcsodásabb napját vele. Ó. Oh. Wow, uh -huh. a hétvégén ki sem léptünk a lakásból. Hát vajon miért? Na mindegy, azóta naponta többször is írunk egymásnak, nehéz, uh, nehéz összehozni, hogy találkozott. Amikor ilyen viszesen közeleg a szakdolgozat, leadás, határidő, neki pedig folyton próbálja vannak. Visszategyne a valóságba kegyetlen, de nem az az egyetlen dolog, ami megnézíti az életemet. Oh, wow, oké, okay. még emlékszem, hogy utána beszéltem tenni de az egyetem előtt. Fúcsom, segedet se tettem volna, hogy? De végül ember mondta el, azóta gyakran visszagondolok erre a pillanatra, sose láttam még ilyen állapotban. Ó! Oh! Mi történt? Lemaradtam. Az események forgatogáról. tagáról. Um... Oké. Okay. Uh, mit csinálsz minden rendben? Uh, nem, nem tudom. Reszketett? Hívjak Petőt, mi történik? Mi történik? Amúgy, tényleg mi történik? Um... Elment. Hogy ki? És nem jön vissza. What? Batárja duig! Végbeszélgetek az észre, úgy mondjuk, hogy uh, tényleg itt hagyta neki a lakáskocsot, mielőtt elment. Azt mondta, hogy azok az alakok, akik összeverték, megölnék, ha nem hagynál a várost. Ooh, what? Ez uh, engem most szívenár... ütött. Ember Frostért uh, még visszament a lakásba, de azóta elég képtelen volt belépni. Ja, igen többször is megpróbálta, de azt mondja túl fájdalmas. Uh, Oké! Okay. Um, többször is írtam tenni ennek, de nem válaszolt. Elővettem a telefonot, most minden esemes, amit azóta írtam neki. Nat hívj fel! Hív fel, kérlek, ha tudnád én bele milyen állapotban vagyunk, csak szeretném tudni, hogy jól vagy-e? Én azon gondolkodik, hogy felhívja a rendőrséget, szerintem nem fog... Meg fogja tenni. Na hát, a barátod vagyok, aggódom érted, adj valami életjelet. Ah! Na aztán ilyen mit csinálsz? Hasonló tátalom, üzeneteket, de hiába próbálkoztam könyörgéstől a fenyegetésig minden, mindenre nem, nem jött válasz. Édes ist. Bibip. Telefon szüvének kezel. Húsz múlva kezdődik az első. Ja, azt hittem, visszaírt. Ah! Hamarosan leadom a szakdolgozatomat úgy, hogy mindenképpen össze kell kapnom magamat. Nem rontok el épp most mindent. fokat mostam. Ú, azt nekem is kéne igazából is. Oké, okay, és befejeztem a készülődést. Mm. Uh, mielőtt az égszereimhez nyúltam volna, betettem a pillanatot az amulett, amit chani kaptam. Megsimogatta a védelem, védelmet, az azt jelenti a védelmet, hogy Eternia már nem rész az életemnek. A végső soron elég e veszélyes életet él, e és kockáztattam, amikor összeparátkoztam vele. De miért? a tök cuki. Eskü. Na mindegy, hülye vagyok. <laughs> hát az biztos. Uh, Mint hogy amulett miatt léphetett volna, változatlan vagy miharú. Hát ezt, ezt. Honnan tudta, hogy van ilyen videó, majd a vállalatlan videó. <laughs> jó, tudja. Egyébként abszolút egyetértek értek. Meghozta a döntést. Állítottam a Füroszoba alsó fiókjába. Menj be az órádra. Hát! Oksi! Hello, jól aludtál? Hát! Fogjuk rá. -e? Um, én nem túl jól, mert izgulok a hét, mert ahogy a legtöbben Gondolom, hát. Kész az az órákra? Hát. Én valójában ennyit falaszolnék egyébként, hogy. Ha, jó vagy, Ö. Kész, izgúsz? kb. ilyen válaszok születnének, nem is értem. Na mindegy. Marad még pár intézményed Istenem, amivel nem sikerült megbeszélni, ide. Azt mondja, igen, nem is ez a helyzet, de. Nem, ma van a határidő, úgyhogy még van időnk. Uh, igen, nem tudom, mit fogunk csinálni a mai órán. Úrj is hogy el sem képzelni, Miért csak esik élesezni? Ennyi idő után. Hallod, nem el. Gyerekek, olyan nosztalgia jött rám, ha mindjárt sírok. Gyerünk, ne késünk el. Hát ne késünk. Csapassuk neki, tesó. Ó, oh? mi viszeti. Mindenki megkérdezi, hogy vagyok. És te tesz, köszönöm. Jó, és te Á, óra előtt épp velük akartam találkozni. oppá minden nem? Ah, nem, a listában a szereplő számokat nem hívhatjuk fel. Hát, de hát miért? Anyám miatt megtudta, hogy mit csinálunk, és nagyon nem tetszett neki. Hát, akkor így járt. Uh, de a továbbányodról van szó, ráadásul az egyik tanárod kérése. Miért uh, nem akarja, hogy az ő listáját használjam, ha a cser cserébe nem vagyok hajlandó elfogadni a jövőmről hozott döntéseit? Oppá, kis Oké. Okay. Hát, uh, itt igazából mind a kettő semleges, úgyhogy bármelyiket választhatjuk. Uh, de igazságtalanság, ismeret... szóval egyébként bármelyiket választhatjátok, mind a kettővel nullás lesz, elméletileg is gyakorlatilag. Úgyhogy ö... én nekem ez a szimpatikus, ismeretek az embereket is, és a is, nem? Igen, de neki köszönhetem az ismerettségeket. Hát, ezt nem érdekel. Várj, az azt jelenti, hogy az ö... azt jelenti, hogy itt megállunk. Ha bármilyen válasz is kérkezik valamelyik intézménytől, akkor azt nem vehetjük figyelembe. De jó. A ah, többiek már az előadóban jelennek, e, nem maradt ideje a kife részletek kifejtésére. Hát igen, nekünk is be kell mennünk, még mielőtt elkésnénk. Uh, nagy előadóba megyünk? Igen, oda. Jó, tippeltem. Oké. Okay. Um, minden igen uh, a terem végében szorosan egymás mellé ültünk, jelen ült, uh, csak picit távolabb mögöttünk lévő sorba. Ah, a király. Um, Éreztem, hogy majd felrobban a könyvet rákat, és idegesen Dobolt a lábával. Ó, oh. Oké, okay, um, hogy értette, hogy nem hívhatjuk fel a listáján szereplő számokat. Hát szerinted. Um. Uh, ez se minuszos, ez pedig semleges lesz szerintem elég óvatos, elég óvatos, elég világos volt, ez ilyen nullás. Uh, nem lehet hogy csak így megvadozott, amit elterveztünk fontos közös munkánk van. És nem tudok többet, mint te, Melody. Jó napot! Hey, eh, hello! <laughs> hello! Mindig ez a ruha van rajtad? Na mindegy, jó napot mindenkinek! Magyarosan meghallgatjuk a csapatoktól beszámolni, hogy találnak a projektben. És azt mondjuk, hogy sehogy. <laughs> Akkor mi van? Oké, okay, um, de biztosan tudják, hogy legalábbis remélem, hogy ezen a héten jár le a határidőt. <laughs> Jézusom! Mi ezen a héten? Úristen, nem már. Ah, jaj, oké. Okay. Kb. nekem is ennyi reakció volt, hogy öö, Nagyon vicces fiatal ember, merem remélni, hogy, hogy minden egy tisztában vannak a határidővel Persze! Nem hittem még semmire, de persze! Oké, okay, nem tudom, elképzelni, hogy valaki ne tudott volna a határidőről, csak öö, nem egy balag tudott az elmúlt tíz hónapot Tíz hónap eltelt? Oké! Okay no problem. Épp ezért fogom hagyni önöket, hogy miután uh, prezentálják a projektjüket, a uh, projektjük állását, tovább dolgozzanak a szakdolgozatukon. Az... <laughs> jó nekem. Körbe fogok járni, hogy egyébként válaszolhassak a kérdéseikre. Oh, hello. Tök jó, egyszerűen zseniális szatanár. Hát zseniális, és szerintem is, hogy kinéz. Oké, okay, um, vannak csapatok, akik már eljutottak a kiállításig. Mm, egész a dolog csak egy csapat jelentkezett, ahol oh, fasza. Hetetlen megmondhatják, hogy hol és hogy hogyan sikerült. Anyám kitett a rajzomat az ajtajára, és elég sokan járnak arra fel az utcán. <laughs> Oké. Okay. Remek ötlet. Vég... Hallod, végig? is ez nem rossz ötlet. Oké, okay, mindenki mindenki nem az a reakcióján. Kitűnő kísérlet, nem épp a szakványos mondja annak, hogy köszönöm, hogy a művéd, nagyon érdekes. Oké, okay. tényleg? Igen, miért te? Egy művésznek nem feltétlenül nem kell arra törekednie, hogy a világ legnagyobb múzeumban állítson ki akkor kimehetnénk a parkba, azt kirakhatnánk oda a képeket. A olyan sokan járnak. Oké, az is lehetséges, hogy valaki csak meg akarja szosztani a műveit a maga módján, és miért nem működhetne? Hát végül is. Végül is, igaz. Um, ez kevésbé lenne művészet, mint egy múzeumban kért alkotás. Remélem egyszer majd egy műgyűjtés, mellett egy is becsönget. Ám remélem nem is lesz ennél nagyobb gondja. Mindenesetre nagyon érdekes ez a gondolás, így egy egész más közönséget fog elérni, mint egy múzeumban. Hát. Az, hogy az édesanyja a háza ajtóját állítja ki, a művét megbontja a konvekci... Mi? Konvencionális... Kaj, ki, de kimondtam. Oké, okay, műalkotás kódját, vagyis nem egy megvilágított fehér falra helyezi a képet. Ehe. Ezen a ponton pedig megkapó, amit csinál, szinte street artnak lehetne nevezni. Mhm... Uh -huh. Igen, pontosan azért csináltam. A ah, persze, hogy ne. Uh, itt is van még. Melody jelen, Melody Miharu és Cseni csoportja. Hogy állnak? Hát, faszát. te hogy nem meg uh, Magamhoz vettem a szót. Oké. Okay, um, hát. Um, magamhoz veszünk a szót, akkor az plusz. Na! Több intézménye fel kellett vennünk még a kapcsolatot, valamit még várjuk azoknak a választ, akik már sikerült beszélnünk. Rendben, milyen intézményekről van szó? A New Yorki Mama, Los Angeles-i lakma. Itt mindenki elhallgatott. Önök aztán nem vették erről a dolgot. Csókosok. Ö, egy kis ügyelmet kérek, ha önök is rende rendelkeznek ilyen erőnyökkel, kihasználnák, vagy tévedek? az csomó. Hát igen. <laughs> Tehát igen. A, ami azon történik, az tükröz egy világot, nem indul mindenki ugyanolyan esélyekkel. És ez is nagyon fontos felismerni a sok művés, soha nem ez elismert a művészetéjét, holott minden bizonyal megérdemelni. És ez nagyon érdekes. Viszont már nem használhatjuk ezeket a címeket, szóval ennek annyi soha nem lesz kérdésünk. Komolyan most kellett ezt hozzátenni az egész évfél előtt? Mondják meg, és tudniuk kell, hogy nem a megérkezés a fontos, hanem az út. Hát, apukám, azért jó megérkezni oda, hova akarsz. Na de, annyit szeretnék, ha tudtam a lennének a nehézségeknek, amelyekkel az induló művészekkel kell megküzdenie. Uh Minden bizonyal vannak önök között olyanok, vagy olyan, akiből a nagy hírű galóje vezetője lesz, de az is lehet, hogy nem, mindegy is. Mindegy, az köszönjük, milyen kedves. A művészetötlet hallgatnak, és a mű mögött ott van egy alkotó fontosnak tartom, hogy az emberi oldalt is megismerjék. Művészetötlet, hát jó, de ne felejts, hogy az emberek írják a történelmet. Ebben a kontextusban ezek az emberek a művészek. Oh. Ami munkájban ez a legfontosabb, nem számít, hogy elveszik ki a címlistájuk fele, vagy hogy útközben milyen fontatok válnak önökre. Ez csak apró bökkenő, és végső soron épp ez a feladat célja, hogy felfedezzék magukat, és megértsék, hogy reagálnak szakmai szituációra, hogyan értelmezik azt. Mm -hmm. Már öt éve tanulmányozzák mások életét és műveit, Már, ö, most önökön a sor, hogy a történelem cselekvői közé lépjenek. Mhm. Mm Ahá, milyen cuki, oké? Okay. Nagyon lelkesítő monológia, mint ahogy az elkezdett történik szokott. Hosszas hallgatás ereszkedett az előadókra, mindenki az is iménti szavain gondolkodott. Úgy tűnt, jelen is és megnyugodott. Hát ez... Ha, 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 még jó. Na jó, kapnak még két hetet, hogy leadják az írásban foglalt tapasztalatok. Még két hetet, Most pedig vegyék elő a számítógépeiket, vagy amit szeretnének, és az óra végéig foglalkozzanak a szakdolgozatukkal. Egyenként fogok oda menni önökhöz. Ah, Oké. Okay. <laughs> a laptopomat, én még nem nyomtattam ki a szakdolgozatomat. Csak az időmet vesztegetném vele, ha végén kiderülne, hogy van még benne evítani való. Jó lehet, már van. Már vagy húszszor néztem. És még egyet, hogy foglalkozzunk, az tök jó. Hát, végül e is. Legvégén ültünk, csak az óra végére fe feljelentett hozzá az hozzám. Na, Nos, mi Egész jó, de nem vészes. És uh, legugott mellém. Uh -huh. eh, hogy suttogva tudjunk beszélni, és ez a a többi a koncentrálásban. Hát, jó. Oké. 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 a szak dolgozatával, hát persze. Uh, uh -huh. hát, nem. Um, ez plusz jelent, hogy ha azt nyomod, hogy azt hiszed, igen, Uh, a bármit is írok, nem tudom, hogy egy nap elégedett leszek-e vele, az egy semleges. Uh, a c az, az, az nem írja, hogy mi lenne, de vegyük negatívnak. Úgyhogy, uh, úgyhogy uh, legyen a B természetesen, mert ez plusz. Uh, azt hiszem, igen. Én az első, aki ennyire őszintén és pozitív választad. ad. Hát, kamusztam. <laughs> Higgyen magában ez a kulcs. Jó, van akkor. Ha, van olyan -e része, amit szeretném, hogy elolvasnék? A nem. Ja, igen. Ja, azt mondja, igen. Mindig jól jön egy külső vélemény a következtetéseimről. Hát, az a baj, hogy engem az a talán nem kedvelne. De így ilyen való életbe. Most így, de most így egy most, most egy picit, őszintén. Most idejön az, és akkor vannak ezek az őszinte reakcióim, hogy elégedett vele. Az ember általában bármit csinál, nem százszázalékosan, tökéletesen elégedett, hanem azt mondja, hogy hm, Elég a lett. De az nem azt jelenti, hogy. Ja, nincs, esetleg nem lenne rajta hogy való. Na mindegy. A szemületőszövet vettem a kurzumat és pedig ők átolvastam átolvasta. maradt, amíg olvasott. Hát. Igen A konklúzió tényleg teljes. Bravo, szép munka, bízom magában. Hát, csak le akarsz fektetni, fogadjunk. Köszönöm, meg fogom próbálni. Oké, nem próbálni, hanem csinálni kell. Hát ez így van. Egy ehhez hasonló vizsgálat, ez a legfontosabb. Éppen abban a pillanatban ért véget az óra, amikor tovább ment volna a következő hallgató asztalához. Most a összepakoltam Csani, még mindig a laptop előtt ült, úgyhogy észre vette, hogy a többiek már elindultak. Csani! Igen? Hát Csani! Oké, okay, menj gyerek az óráról, hát megyek. <laughs> ja, nem a WC-be akartam menni, de megint fasságokat csinálok. <laughs> Semmi baj. Néha egyébként, ha kiabálok, akkor elnézéseket kérem, mert próbálok odafigyelni, hogy ne tele a végig a játékot, illetve a videót. Csak beleartam van a füles, és közben mennek ilyen zenebonák, úgyhogy... Uh... De most nem megy zene. Ah, na mindegy. Uh, na mit mondott ez a tanár úr? Ő jó lett? Há, igen, szerintem jó lett a konklúzió. Uh, Izgóztasz a dolgokat leadás miatt? Ah, nem egy kicsit. Rögtön utána visszóbelizünk. Jól ismered a témát, nem féltelek. Hát közi. Igen, soha nem féltesz eh, Nem, nem tudom, miért milyen. Eh, nem, mert tudom, milyen Ó. az Műzaból is szerettem, hogy már nem hordod a nyakláncodat, a nyakláncomat. Igen, az amulettel minden rendben. Ó, oh. uh, persze, persze. Uh, uh, igen és talán hülyeségnek gondolod majd, de arra gondoltam, hogy talán épp az a védett meg az amulet, hogy előzte Nathanielt. Ez egy semleges, vagy plusz lesz, úgyhogy ö, próbáljuk be, hogy plusz legyen. Nekem száz a csani, de ettől függetlenül próbáljuk be. Megértem. Tényleg? Szóval te is így gondolsz, hogy is erről van szó? Nem, nem tudom, de az egyértelmű, hogy Nathaniel veszélyes életet él. Hát, jó. Talán tényleg úgy lehet téged a legjobban megvédeni, ha nem vagy a közelében. Aha, értem, de nem tudom, jó ötlet volt-e. Hát, talán rosszabbra fordulhattak volna a dolgok, ha nyakadban marad, és Nathaniel nem az amulett üsztel, már korábban meghozta a döntést. A döntését mindig. Elmentünk kajolni, ebben így hogy olyan voltunk. Képtelen vagyok érezni, jól érezni magam, péntekest, és ezt is legutóbbi napok nyomás alatt teljesen kimerültem. De nincs is kivel jól érezni magam. Ma este mindenki elfoglalt. Jobb lenne pihenni, király. Következő feladat. Menj vissza szabadba. Hát jó. Oké, okay, azt hiszem most picit félre leheteszem Majd holnap vagy vasárnap átolvasom. Telefon. Hello. Szia kicsim, hogy vagy? Uh, ja, anya. Oké. Okay. Szia anya, jól vagyok, köszi. Örülök, hogy hallottam a hangot. Mindig tudom, hogy a szükséged van egy kis segítségére. Megérzem. Á, ah, igen. Jövő héten adod le a ugye? Igen, pontosan. Utána a védés? Igen, néhány hétre napok, euh, nehéz napok jönnek. Mindig be egy kardot, azt úgy megvédeném. Talán mert a filmet tart, a végig az ágyamon. Ha túl vagy a védésen, nagyon szeretném meglátogatni. Ah, <laughs> rendben. Ha szeretnétek, örülök, hogy jöttök. Nagyon jó lenne, ha találkozhatnánk a barátaiddal is a barátaimmal? Ja, hát igen. Egyáltalán nem is ismerjük a barátaidat, akik ezekre az évet töltötted. Hát néha nem baj. Uh, van köztük a nakit, középiskolás ismerek. és ott van a barátod és a barátom. A keresztényed látott pár a városban, azt mondta, hogy volt veled valaki. Ez kukkol! Azt akartam elmondani, hogy ki, de... Nem akartam elmondani, hogy ki, de mindegy. Lepott valakivel. Semmit sem mondott erről a szeméről. elszóval tényleg van valaki? Any. Ezt a hamlokomra csaptam, szép volt, Miharó. Nincs, vagyis lehet, hogy összekölt egy baráttal, gyakran vagyok a társaságban. Örömmel hallom, ha nem akarsz, ne nem kell beszélned, mert tudod, apá, de a nem mondjuk annyira ütődöttek ám. mi és az egyetemen is ismerkedtünk meg. Á, értem. Jut a -e szembe, de nem így, apukám. Uh, Mi nem volt alkalmunk beszélni arról, hogy mit szeretnél csinálni az életem után. Megbízom el, hogy és gondoljuk, hogy ha szeretnél pár szót ejteni róla, meg fogod tenni, hát meg hát. És hogyha valaki az életed, ha van valaki az életedben, <coughs> figyelme fogod őt venni, amikor a karriert választasz. Ha tanácsra lenne szükséged, akkor számíthatsz ránk. Bocsánat, nem szerettek volna ezzel háborgatni a vizsgáid alatt. Semmi gond! Talizunk a védés után, és ne felejtsd el, ha szeretné találkozni azokkal, akik a kislányunknak. Hát jó, majd, majd meglátogatod őket, majd meglátod, milyen kis ütődöttek, mint a lányod. Most hagylak, hajrá, és szólj, ha mi szükséged van. Szeretlek? Oké, okay, anyu, csá. Csá. Letette, hála Istennek. Na. Túl sokat beszél, és annyi akciópontom elmegy, mint az állat. Akárhogy is Kastél sokat van távol, még arra sincs garancia, hogy én ö, találkozni fogok vele a turniuk előtt. Annyira hiányzik, hogy megőrülök. Még szerencse, hogy gyakorlatilag minden nap írunk egymásnak. Hát, az nagy szám. Fel kell te majd úgy nyitni. Ah, még van. Nem zavarlak, ja nem? <laughs> Már csak többé pedig lejut az ágyamra. Na, este is megpróbáltam bemenni a lakásba, de nem megy. Amint átlépem a köszövet, azt szarom, hogy megjelenjen valahol. Egyedül mész oda, nem félsz, hogy megtámadnak? Be van kamera ez az épület, és amúgy is nem velem van dolguk. Hát nem a de ő lelépett, de nincs félni valom. Megőrülök. Át én is. Legalább tízszer akartam hívni rendőrséget. Már be is potyogtam a számukat, de végül mindig meggondoltam magam. Nem tudom, mit tegyek, és haragszom rá. Úgy lépett le, hogy igazából semmi konkrétot nem mondott. Hát még arra is gondoltam, hogy fejlődöm anyu, de szerintem csak rontanék a helyzetet. Hát valóban. Gyakorlatilag óránként írtam neki, de semmi válasz. Én is írtam neki, de semmi. Mégis mit kéne csinálnom? Hát, um, um, igazából ezt a plusznak, uh, ezt uh, minusz, és ez pedig semleges, állítólag de legyünk a természetesen a pluszba. Úgyhogy arra is gondoltam, hogy esetleg szólni kéne a rendőrségnek. Átjátok? Plusz! Azt mondta, hogy ezt semmiképp se tegyük, de eddig még sosem bizonyult túl jó döntésnek, amikor követtük az a terület terveit. Felkeltem és bekapcsoltam a teliszorodót, és készítettem egy kis teját, ezzel is legalább lefoglaltam magam. Én is vagyok rémülve, nem tudom, hogy vigasztalnám meg, még azt sem tudom, hogy mit találhatnék neki, szóval nem tudom, mit tegyek. Egész estig maradt, csak ültünk a szobában, néha teljesen elmerülve a gondolatainkban. Pecé sem szólhatunk meg. fekete az ágyamról. Bocsánat, nem is néztem, hogy mennyi az idő, és gond. Hát ö, én most ö, megyek, még beszélünk. Persze, nem lesz baj ahhoz a úton. Á, nem, köszi, hamarosan. Kivés kérdés, mert bennem maradt. Remélem, én ki fog tartani, már csak egykori önmagok árkény, árnyképe, nem tudok beszélni, se olvasni no problem. És mintha már megint fogyott volna. Baszki. Nem akartam felhozni a témát, nem hinném, hogy ez lett volna a megfelelő alkalom. Most nem jött haza, nehezen tudok aludni. Jó, tudom, hát meg kell beszélnem, öcsém. Ma délután be kell mennem a kávézóba, Clemens már egy hete elküldte a következő beosztásomat, kivételesen előre megkaptam. Ráadásul nem mondanék menemet egy kis zseppénzre, főleg mivel hamarosan befejezi az életemet, biztosan meg fogok ünnepelni a többiekkel. Menj a kávézóba! Csodás! Már alig vártam, hogy menj, találkozok azzal Azt hiszem, nem is dolgozik ma. Te ne beszélgess magadba, csak menjél! Nagyon meleg van! Azért az is hogy sokan lesznek, jobb, ha ketten vagyunk. Kis utca. Kávézó. Mégis mi... Mint ha zárva a kávézó, biztos nincs bekapcsolva a világítás, és még az asztalok sincsenek a helyükön. Ez nézős napot... Elnézsz a napot a van a beosztásom vagy mi? Az évek közül van, sem pedig tényleg ma kellene jönnöm. Megpróbálom kinyitni az ajtót, nyitva, hát ezt fura elfelejtették bezárni. What? Uh, a fények lekapcsolva, ott mégis ég a fény. Helyen, tasolatottam a bárpultra. Clemens, ja, ez jó, ez horror játék. Jaj, úristen, megijesztett. Um, nem is igazán nézett rám, csak ült ott a széken és sarokba, úgyhogy néztem, hogy Kasznyitása sem csinálta meg. Minden rendben, Clemens. Ma nem nyit ki a kávézó, de leülhetnek a vendégek. Ó, oh. ez. Depressziós? Oké. Okay. Uh, úgy érzem, hogy a kassza még zárva, az asztalok is. Um. Uh, rendben. Összjahoznak is, egy, inkább egy kávét, ülj le egy kicsit. Oké. Okay pluszba kell lennünk, szóval ő ezt kell válaszolni. Lesz plusz. Rendben, mindjárt jövök. Emetleg ez plusz volt, úgyhogy 20 át, úgyhogy mi megnézzük. Bementünk a pult mögé, kizott egy kávét. Szemben, soha nem láttam még ilyen állapotban kort, egy kávét a jelben, majd nagyon sóhajtott. 25? Hoppá! Ez a vég, kislány. A vég. Mégis ö, ö, mi végre van mindez? A, mi a kaf kaf kafé bír? Uh, vagy kafé, kafé, mi volt? Kofi? Igen, mégis mire jó? Hát ő... Ö... Hát... Ó, 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 itt nem szabad elmondani a gyerekek, majd nagyon súlyosan levonja a pontokat. Vagy mínusz 10, vagy mínusz 5, vagy csak nulla. Hm. Úgyhogy ö, az első az mínusz 10, úgyhogy ne válasszuk, és a, b a, ezt a hátot se válasszuk, mert ez is mínusz 5. Legyen, szerint, hogy legyen a semleges. ez szeretnék hívjak valakit, úgy látom, hogy nincs túl formában. Kit szeretné hívni, Csak én vagyok itt. Én vagyok a Korszibír Café. Nem úgy értem, hogy egy hozzátartozott vagy. Persze, ez világos. Minden időmet itt töltöm. Nem tesz hozzá semmit az életemhez utazni. Akarok nem pincéreket betanítani, meg hálátlan mennéket kiszolgálni. Hát, úgy látszik, gyerekek, eljött a kapuzárási pánik. Clemens besokalt, és úgy döntött, hogy Fuck! Az életre! Utazgatni akar. Egyébként ez tanulságos, mert nem minden a munka. Na mindegy. Oké, nem igazán lettem be tanítva, de mindegy, hagyjuk, nem most kellett lenni egy lapáttal. Soha nem kellett volna belevágnom, elképesztő, hogy mennyiség időmet veszi el, meg pénzt. Azt nem mondod? Nincs időm sem magamra, se rettenetes. Hát szállt. Lássuk, mióta itt dolgozom, felszettem 14 kilót, de hát tudod, milyen ez. Tessék. Azt mondta most, hogy kövér vagyok. Most eskü azt mondta. Azt mondta, hogy kövér vagyok. Oké, okay. azt hiszem, hagynam kell az egész kávézat a fenébe. Uh... Oké, okay. nyugodjál meg, nem pánik, nyugodjál már meg. Uh... De ahogy Clemens került évekig működni ezt a helyet, nem szabad megállni, amikor épp úton van. Meglepetten emelte rám a tekintetét. Úgy gondolod? Hát még szép, és plusz is lett, látjátok? Igen, nem mindenki képes ilyesmire sokkal nehezebb, mint amilyennek ennek látszik. Ez igaz, amikor megtettem a kevizet, én voltam a városban az egyetlen női üzletvezető. Én is az vagyok, a munkahelyemen csak megsukom. De nem az egyetlen, de... Igen. <laughs> Bocsánat. De hát, más is van az életben, annyi minden vár még rám. Például az utazás is a szerelem. Hát igen, én is megyek ma a videó után. Elmegyek a izébe. Mi ja, az az Ázsia Centerbe? <laughs> Oké. Okay. Uh, ha annyi idős lennék, mint te, hidd el, csak el, uh, nekem nem dolgoznék ebben a porfészekben. Már legalább harmadik világ körüli utamon lennék, minimum. Jó, de az pénz is kell. Igen, vagyis azért én vagyok két hogy mellette tanulok, és kell a pénz, hogy uh, kifogások, de megértem, én is ezt csinálom évek óta, kifogásokat keresek. Talán itt az ideje, hogy bedobjam a törölközőt. Um. van itt vala... Jóna... Ó, jó napot, záró vagyunk? Ó, hát minden rendben, Ö, ne csináld már velem, nem? Lepről nincsen. Nem szeretnéd véletlenül átvenni a kávézó vezetését, Pici Janom. Um. Miért, Klemensz, ki szeretnél szállni? Igen, nem igazán látom értem még folytatni, miközben akár Tájföldön, új zélandon vagy bárhol is lehetnék. Hát de, ő a... De várj, ő csak az üzletvezető. De akkor nem ő a tulaj? Vagy ő most ő a tulaj? Vagy saját, a klemens a tulaj is egyébként csak, hogy csak az üzletvezetője? Mert nem mindegy, mert én is egy munkáim az üzletvezető de nem enyém, a, nem ennyi a hely, csak én felelek érte, én tartom rendbe, értitek, mire gondolok, tehát... Ha én még az enyém lenne, akkor te akkor továbbra is azt csinálnám, hogy fogja, jó, hogy lesz ján vagy, vagy esetünkben a karakterünk, lesz az üzletvezető, azt akkor talán megy tovább a lóvétő, meg utazgat. Hát most csá. Na mindegy. Színes, a annak az eladja a kávézót egy új tulajnak. Ha, köszönöm, megkaptam a választ, szóval ő a tulaj is oké. Okay. De végül is nem tetszett, és is hogy szakadik a kávézó, már túl késő lenne olyan választás az életedben, az életében, amivel lebújtam, mindig meg <laughs> magunkat, csak a szüleim példájára tudok hivatkozni. De tudom, hogy számukra több volt étteremnél. Mint a saját házukat adták volna el, mintha egy csomó emléküknek intettek volna búcsút. Igen, igen, pontosan erről van szó, szerintem mit kellene tennem? Hihetetlen. Nem hiszem, hogy nekem kell tácskot osztogatnom, de azt tudom, hogy egy ingatlan ügynök véleménye a vétláról semmibe, semmibe, sem kerül. És még ha is utazik Clemens, akkor is itt nyithat egy új kávézót, és újrakezdheti a nulláról. Soha ö, semmi nem ér véget véglesen az életben. adva. nem kellene aggódnom emiatt. Édes Istenem, ennek a nőnek valami betegsége van. Pozitívnak kell maradni. Na jó, ami meglátjuk, hogy mihez kezdek, mégis csak van egy kávé, amit ki kell nyitni. Is vagyok, hogy ti ketten itt vagytok. Hála Istenek, egész számba vett. Úristen, esélyszem. Mhm. Mm mm. Bocsánat, csak ittam. Nem. Szóval erre léptekkel léptek el, a konyha felé. Megadtam, még becsukja meg a magát az ajtót. <laughs> de a forradalmiához. Oké. Okay. Én nem is tudom megérteni. Elképesztő. Mégis te csaltad vissza most az arcára, Elképesztetéssel vagy rá. Persze bele akarja fektetni. Ha-ha-ha, ne, ne röhögj, ez így van. Mm. Oho, oké. Okay. Oké, okay, uh, utána kitettük az asztalhoz a kijeljükre. Hogy vagy mostanában? Hát... Fogjuk rá. Még kisebb nyomtattam. Szakdolgozat? Hát igen, holnap egész nap itt van lesz a könyvtár, de gondolják, hogy uh, használhatjuk majd a nyomtatót. Ez jó hír, nem kéne stresszelnem. Hát nem. Igen, nagyon, uh, biztos nagyon jó szakdolgozatot hát Aha, <laughs> uh -huh, persze. Szeretném minden ezt a mondani. sem hiszem, hogy itt az év vége. Igen, tudod, már hogy mindenhez mihez kezdesz, vagy meg lesz a diplomát? <laughs> ha meg lesz. A több szakmai gyakorlatom is van, mindegyik pár hónapig tart, de semmi nem, amitől odáig lennék. Hát igen. De valahol el kell kezdeni, val igen, el kezdeni valahol. Én legalább összemesekedhetnék emberekkel, és uh, megláthatnám, mik a lehetőségek. A gyakorlat mellé jól jönne valami kisebb munka, muszáj lesz találnom valamit, ha ki akarom fizetni az abéletet. Szeretnél a környéken maradni? Hát, nem lenne rossz, igen. Ah, igen, szerintem a várost és a környék uh, fogok maradni. És te? Hát még nem tudom, tehát én sem si tudnám. Többetetem is van a kommunikáció, nőszerezés területén, vagy akár máshol is. De nem is tudom, és csinálok majd egy szakmai gyakorlatot. oppá! oppá! Uh, Orientálnál a kommunikáció felé, és uh, dolgozhatnál mondjuk egy étteremláncnak ez mondjuk egy plusz. Ha valaki még nem plusz 100 akkor őt válaszza, ez jó lesz. Nem rossz, erre nem is gondoltam, biztosan nagyon szeretném csinálni. És nem túl késő, hogy belekezd biztosan olyan helyeket, amik témába vágnak. Úgy nézem, már mindent eltévesztél nekem. Hát igen, vannak ötleteim. Szóval megérkeztek az első vendégek, mert pedig már indultunk is, hogy kiszukáljuk őket. De nem igazán volt időnk beszélgetni, a terasz hamar megtelt, jó hangulatban telt a nap. Klemens felvidót legérszebb segítettünk neki a felszolgálás jó volt látni, hogy visszatért az életkedve. Ha találunk valami elfoglaltságot, az idő mindig jobban, gyorsabban telik. Hát, gyorsan voltak ma, nem bánom, hogy vége a napnak, hula, fáradt vagyok. Bocsánat nekem, most már nem kell visz... Ö, Menni fog az zárás, Miharu? Igen. Aki... Sok dolgot kell még elindítani a jövő hétre. Kremens már jóvá hagyta, hogy ma este korábban menjek el. Menni fog? Áh, persze, hogy, de megértem. Van, van még munkája. Igen, de nagyon félek, hogy elveszik. Uh, úgyhogy több pendrive ra <laughs> Legalább 3 millió készítettem. Oké. Okay. Uh, de mi nem a konklúzió, vagy csak egy-két mondat kellene. Hogy valahogy nem megy, oké. Okay. Um, hát ilyenkor hátra kell lépni egyet, tíz nagy levegő, és segíteni fog. Apple ez egy plusz, úgyhogy. ha uh, hajrá, biztosan menni fog ez semleges állítólagosan, és a még uh, nem vagy kész szolgazatoddal, mondhatod volna, akkor tartottam volna a frontot. Ez mínusz. Úgyhogy uh, az ilyenkor kell, azt mondja, ilyenkor kell, hát és akkor. Tudom, hogy furcsa tanács tűnhet, de anyukám mindig azt mondta nekem, és vicces, de a mai olyan ugyanezt tanácsot kaptam. Ha, minden abba, ha mindent abba hagysz, és veszed tíz nagy levegőd, és megváltoztatja a napodat. Nagyon jó köszönöm, meg fogom fogadni. Hát persze, mindenki ezt mondja. Szép estét, kislány. Ó, köszönöm, Clemens. Na végre kedves volt, el sem hiszem. kell az ajtón, nem hozzá kell az új nevemhez. Biztos, hogy menni fog az állás, hát most, most fogyatékosnak tézel, persze, hogy menni fog. Uh, már hozzá vagyok szokva. Nem szeretné egyedül hagyni a kedvenc kollégám. persze. Kedvenc kolléga? Aha. Főleg, hogy már este van. Aha. Kedvenc mi? Gondolom no, nehéz volt választani köztem és Clemens között. El se tudod képzelni? Aha. Most megyek szép estét. Á, én sem mondok sokáig, csak lezárom a kasszát és bekapcsolom a riasztót. És ezt nem tudja meg, várni, míg lezárja a kasszát, ha Két másodperc. Na mindegy. Aha kasszával foglalkoztam, előkapom a telefonomat, uh, hajra a leadás előtt utolsó hétvége, ez kicsikém, tudjuk, hogy sikerülni fog. Már alig várjuk, hogy találkozunk majd is a barátaiddal. Puszi, apa. <laughs> ez jó, ez úgy jó. Oké, okay, vissza ahhoz, hogy találkoznak a barátaimat, tudom, milyenek, ha valamit a fejbe vesznek. Nem fogom megúszni. Uh, gyorsan válaszoltam, és közben megköszönöm naponak a zünetet utána pedig villámosan bezártam a kávézót. Oké. Okay. Megint apu? Pedig nem szokott sokan hogy aztán rendesen belekezdhetelsem, hiszem. Lyle, szamarosan szeretném, ha beszélnénk róla. Tudom, nem tudom, mit tegyek. Egyre többet gondolok arra, hogy felmondjam a nyámat, a rendőrséget, vagy mindkettőt. Ez így nem mehet tovább. Nem fogom kibírni. Nem tudom, mit tanácsolni neki. Nem tudom, mit mondhatnék. Hello, minden oké, okay. hát szépen, Bruce Cherry, um, megijesztettél. Uh, bocs, nem akartunk megijesztni, csak láttuk, hogy nagyon elmerültél a telefonodban. Hát mikor nem? Um, engem vártatok? Uh, örülök, hogy látlak titeket. Um, igen. Szóval... Um, Priya és Csány azt mondja, hogy igen. Ráérsz? Hát... Um, ez lesz az, ez egy plusz, a ladás előtti hétvégén mi ez a komoly tanás, egy kis asszonyok. Igen, semmitől se félünk. Nem maradunk sokáig, beszélnünk kell. Őha, mi ez a komoly hang, nem? Ajaj, miről szeretetek beszélni? Megbízhatsz bennünk, nem olyan vicces, de jobb lenne, ha bejönni valahová. A frász hozatok de követle titeket. Már csak el kell mennünk a kígyófészékbe megírni valamit, ott sokkal Oldottabb lesz a légkör? A, oké okay. Akirány a fészek Hát, ez... ez, 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 ez Merre kell menni? Mi szója, hogy a jó hogy beszélni tudjunk? Csak arról van szó, hogy valami lazább helyen legyünk, és egy kicsit kikapcsolódjunk, és egy ilyen őrült hét után e, Nincs kedved hozzá? Hát, de... De csak nem értem, hogy mire fel ez a nagy fájdás és a titokzatoskodás bocs, nem akartunk megjelzni, csak meg akartunk inni veled -e valamit. Ja? Jó, akkor. Tehát már lejöttünk a egyik szegletébe. A színpadon, oké, okay, oké. Okay. -e -e, népzenészek voltak, épp feladott a hely hangulat, tehát nagyon színpi volt. Ahogy néztem, meg ott eszembe, hm, hát nagyon ki. De tudom, hogy ebben a pillanatban a menedzserénél van a sokadik megbeszélésem. A sincs, esély sincs egy apró csókra a két próba között. Kár pedig szükségem lett volna rám. Szüksége? Lett volna rá! A rám váró hét alatt. Oké. Okay. Csari, minden nem az érzett. Üdítő, üdítő, tehát alkohol kéne. Na mindegy. mi, hogy kezd ijesztő dolog lenni. Ah, el akartam mondani, mielőtt még a hét során megtudtad volna. Megírtam Ninának, hogy figyelme fogom követni a feljelentéseket. Lesz nyomozás? Nem számítottam. Hát az ügyész bizonyíték hényem a lezárt a nyomozás. Biz Ajtosan uh, kapsz majd egy levelet, amiben erősnek a döntésről. De mi? Hát de, megtörtént. Hát mi tebbi találtunk ki, megtámadtak. Uh, és Ninát is. Ő ráadásul kiskorú. Nincs igazságszatás ebben az országban, vagy mi? Szóval nem lesz eljárás? Hát uh, van lehetőség a fellebezésed, de az, az időbe telik. Ez hát teljes őrület. Hát meg kellett volna csapni a csávód. Dir-dir! Dír. Oké, okay. uh, miért most mondtátok el? Um... Ez durva Oké, okay, um... Ez priya mínusz minusz, úgyhogy ne Úgyhogy, uh, miért épp most mondtátok el, épp a szolgozmod leadás előtt még lehetett volna, biztosan zavarni fog Nina uh, már megkapta az értesítést, tehát lehet, hogy már téged is posta a a van levél. Ó. Oh. Nyugodt körülmények között szerettem volna elmondani a hírt. Jobb így, mintha a leadás előtt a reggelen egyedül találod meg a leveledet a postában, úgyhogy nincs már senki, aki elmondja hogy ez, mi történik. Hidd el, ez a jó szándék vezérhet. Igen, és értem, és Nina, mi Nina keresett meg? Tudtam, hogy lejárt az ügyész számára, Uh, az ő, az meg megszabott uh, ez a idő úgyhogy megkerestem Ninát, Kiderült, hogy tegnap megkapta a levelet Ezt azt nem szabad szóval egyébként hagyni És te, csinál, te, te is tudtál róla? Hát, tudtam, hogy mi történt, de összefutottam Priával, és a épp keresett, és eléggé aggódott Oké, okay, uh, Ez plusz jelent, úgyhogy köszi lányok, tök jó volt, hogy ilyen előzékenyek <laughs> vagytok velem Alap, hiszen sokat jelent nekünk a. Ah, Oké. Okay. Hát igen, aggódtunk. Ez igazságtalan. Hát, Ez olyan, mint az ügyész engedélyt adna neki, hogy legközelebb is ilyet tegyen. Mint azt mondanák neki, hogy a, ah, amíg ah, nincs szemtanú, semmi gond. Ez törhetetlen, Hogy lehet egy ilyes megtörtént az országban? Megeteleg veled vagyunk, bármi is döntesz, bárhogy is folytatod, számíthatsz ránk. Azt hiszem, előbb meg kell emésztenem az egészet. Hát, én mondtam, hogy meg kell volna csapni a csávot itt, dir akkor kortam az üdítőmből mondtam volna, hogy hozz egy fröccsöt. <laughs> Na mindegy, utána hozzá hallgattunk. Mindhárom a névzőnézeket, a játéket hallgattuk, és ez végül egy kicsit lehiggasztott. Uh, minden rendben lesz? Hát jó, ja, gondolom, nem kell csodálkoznom. Ezért talán nem arra, bizony, arra bátorítják a nőket és a lányokat, hogy tegyenek fejlentéshez, hanem az ilyen helyzetekben. Ha megtesszük, és uh, nem számíthatunk segítségre, hát ez szégyen. Hát igen. Nem hagyhatjuk. Hát nem. Hát is ezt mondom. Hogyan hagyhatja hogy az hogy ilyen helyzetek, ilyen veszélyes alakot tovább és teljesen szabadában mászkálhasson? Ez rémisztő, és megértem a haragodat. Nem tudom, ö, nem tudok már pármazott volna teli ellen. Tudom, hogy nem ugyanaz az eset, de. Á, de azt is sem ismerik el, hogy egy olyan tökéletlen valaki, mint Nina áldozat, akkor a tényleg semmi esélye te magad mondtad, hogy nem hogy az a helyzet. Hát igen, de hát na. Megváltuk a koncert végéig, csak utána döntöttük úgy, hogy hazamegyünk. Hát, nézhetünk lesz. Hát az. Előbb kiasszom magam, utána szép nyugodtan kinyomtatom a szakdolgozatomat. Jó ötlet, és megvártam az utolsó pillanatot. Soha nem szabad túl korán nyomtatni az szerencsétlenséget hoz. Ha, az tök jó. Na, Csani és menjetek vissza a kampuszra. Hát, úgy Uh, hello, uh, Kim. szia, Kim. Hello, Kim. Uh, hogy vagy? Szia, Kim. Hello. Ja, uh, meg vagyok. Úgy nem találkoztunk. Nagyon elég emlékezetes a sikerült az legutóbbi találkozás. Uh, Kim bezárt az edzőtermet. Azt hiszem, azt hiszem, most elég uh, sok dolgom akadt a teremmel, nem nagyon értem rá. Azt hiszem neki is kellett egy kis idő, amíg feldolgozta a legutóbbi történeteket. Hát, igen. Én viszont rendesen, rendszeresen koccanunk. Tényleg? Valami híred? Az előbb, igen, az előbb írt, még nem válaszoltam neki. Nincs túl jól. Na jó, pocsékul van. Hát, pff, szerencsétlen. Tényleg aggódni angódok miatt a reggel is megeste és jön. Nagyon nem tudja, hogy hogy hol van nem tudja feldolgozni, hogy nem megpattant, pont beszélni akartam veled, hogy mit szólsz ehhez az egészhez. Hát, én és úgy hallottam, hogy mostanában kell adnotok a szakdolgozatot, vagy mi. Szerencsétlennek nincs kivel beszélni, hát nincs így ez így jól. Hát, és kimegesett a félelmeimet. Á, tudom, telepeste, ha átjött hozzám, késő szobámban maradt, beszélni kellett valakivel, és ki kellett sírnia magát. Miért nem mentitek be, hogy az eltűnés a rendőrségen? Hát, hát az az, meg, megmondta, hogy ne tegyük, de szerintem meg kéne ezt lépnie. Nem is tudom, mit gondoljak. Um, hát ezen a először is le kéne adnod a szakdolgozatod, még a végén felrobbansz. kezdek aggódni miattad. Hát vég, jaj. Igen. Bár mondtam neked, Miharu, nem mentheted meg az egész világot, hát de hát én hős vagyok. Hát én megmenthetem. Tényleg igaz, hogy mióta csak ismerlek, mindig ö, ö, is megvolt a szuperhős szindrómád. Hát ez az. Um, de hát hogy ne aggódnék, főleg az amit ami keresztül ment. Hát, hát nem jól van. Bocs, nem akartam előhozni ezt a fájdalmas emlékeket, csak paráztam. Megértem, lehet, hogy el kéne mennünk én több többnek, vagy akár mindannyiunknak. Ha túl vagytok a videós gádisban, akkor jó lenne, igen, megpróbálom majd, össze, ö, majd felhozni a témát. Hosszolgatás érezkedett ránk, úgy tűnt, hogy minden négyen elmerültünk a gondolatainkban. Jobb lenne, ha elmennénk aludni. Már ez is elég. Estére. Há, ja, igen. Sziasztok, csá! Uh, Blabat, az út sötétjébe. Oh. Mihályan a kampus felé indultunk. Kampusz. Egy kis szerencsével ezek az utolsó alkalmak, amikor belépünk, be kell lépnünk az, ezen a kapon. Igen, ez igaz. Ez egy szakdolgozatot le kell adni, és már kész is. Na, azért még ott lesz a védés. Hát, az már csak a deszert, azt már ló lá, ló is le tudjuk. Az a minimum, igen. Jó lányok, jól, úgy jól, oké, okay, csá, menjetek már! Na! Úristen, hello! Hogy nézel ki? Te jó ég! Úgy láttam, hogy jelen éppen a szakdolgozat olvastam újra, ami már kilózott, és már egyszer már átnézett. Uh, ma este átolvasod még utoljára a szakdolgozatodat? Uh, majd holnap már nagyon elfogadott a kávézó. Még mindig azon amikor lepukkant helyen dolgozol? Hát... Uh, igen. Igen, még mindig. Um, azt hiszem, szeretek kiszúrni magammal. Ez lesz semleges, illetve plusz is, úgyhogy ezt válasszátok. Ha igen, ez biztos. Én most lefekszem, jó éjszakát. Van a pekesztap, azon fog dolgozni, hogy a szakdolgozaton tökéletes apadban legyen, a formában kell lennie, nincs más választásom. A szakdolgozat együtt keserű érzéssel, de végighevertem a sajátomon. A legutóbbi hírek nem jók, egyáltalán nem jók. A gondom Nináját, és magamért... Uh, érni írni kéne valamit tenni, Naninák, vagy náninek, nem tudod, nem tudok Natinának. Talán nem, végső soron van, vala, ö, megvan neki a számon, és tudja, hogy felhívhat, ha szüksége van rá. És most biztos az anyukájával van. Na, ezt nem tudtam csak elaludni. Reggel hétkor keltem készen arra, hogy 50 egyszer is átolvassam a szagozomat. Hát, mielőtt átolvastam volna, a pendrive-om Külön van hogy pendrive. Oké, okay, pendrive-omra is elvittem volna kiöntetni, többször is átnéztem. Gond nélkül ki tudtam nyomtatni, a könyvtárban viszont nem tudtam beköttetni. Ne aggódjon, ahogy a kiküldött e-mailben és levélben is olvashatta, holnap 16 óraig adhatja le a szakdolgozatát. Holnap minden uh, szükségeset és sajnálatosan -e fogjuk bocsánatolni a mindazoknak, akik mi nem tudták beköttetni a diplomájuk, diplomamunkájukat. munkájukat. semmi ok, minden rendben lesz. Ez mégis jobb lett volna, ha teljesen kész ládás előtt, napja előtt. Utána a végét Csanyival töltöttem, utána mindenki visszament a maga szobájába. Pártam a lehető leginkább elvégzendő feladatomra koncentrálni. Holnap nem lesz órán, csak be kell kötetnem és le kell adnom a, szak, a fránya meg lesz, menni fog. Jól az ébresztő előtt keltem, úgyhogy e, úgy tűnik tudattal és izgulok a mai nap miatt persze 55 öt évnyi tanulmánynak köszönhetem, hogy eljutottam oda, ahol ma vagyok. Tehát meg kell nyugodnom, nincs más választásom. Jelen még az, hogy gyorsan beugrottam a fürdőszobába, átöltözni utána leültem az íróasztalhoz, minden megvan, a példányom megszámozva, az oldalak kinyomtattam, és a tinta sem folyt el. Lehet, hogy megörültem, de még egyszer átolvasom, sohasem lehetünk biztosak abban, hogy nem marad benne Üh, figyelmetlenségből egy hiba. Mielőtt jelen felkelt egy óra alatt, átolvastam az első tíz oldalt. Most olvastad át a szakdolgozatodat? Már átolvastam, de mindig jól jön egy utolsó átolvasás. Ez igaz. De mégis, mi ez? Mi történt? A 19. oldal hiányzik. Hiányzik egy oldal? Nem, nem, nem és nem. csak csúszott a több lap közé. Még egyszer végignéztem az a slapszámat és hiányzik. Várj, lehet, hogy becsúszott az asztal alá, vagy. Nem, nincs itt. Jaj, baj van, de hát nem értem. Miután nyomtattam, rögtön betettem a tudtsáim közé, nem tűhetett el. Lehet, hogy a nyomtató átugrott egy oldalt. Miért ma? Ne Espanyolban 16 óráig kell leadnod, valahol biztos, hogy ki, lehet, ki tudod nyomtatni, csak egy oldal. Hé, igen, igazad van? zajtón. Te jó Isten! Te jó Isten! Micsodom micsoda egy erőszak már. Mert... Um, elnézést tudom, de nagyon sietem kell, hogy... Uh, nekem is sietnem kell. Á, ah, nincs ma már semmi tisztelt az emberekben. Jó van, már kozsoljál, leszúrlak! Kérjük, ma 14 között adják le a az a műszeret épület a, a késvel adott nem kerülnek elbilálásra. Uh, nem kellene elkésni a leadása, nincs második lehetőség Társas, én fogom beszedni őket Így biztos lehet benne, hogy az ajtó pontosan 16 órakor zárva lesz Rohadj meg uh, okay. Nem verjük meg Nem szabad megverni Nem szabad uh. Ne szólok neki. Amúgy semleges, de nem baj. Jól szorozik azon, hogy játszott az emberek jövővel? Magának nincs szíve? Ő, ne, nem. Ha lehetünk legfontosabb, hogy mindig képtelenek időben megjelenni, akkor nem is jósolok nagy jövőt nekik. Így legalább kihullanak azok, akik nem veszik komolyan. Ah. Nem baj, legalább jól esett. Remek volt összefutni vele, pont ma reggel pont hi azt hiányzott, hogy valaki fejlegesítsen. Campus, épület,

Ó, oh, Isten! Gondolkoz, gondolkoz, gondolkoz! Hogy segítsen. Száz, uh, uh, kéne felhívni! Ah! <síns> Isten! Oké, okay, um, ez most egy döntés, úgyhogy itt fog, ha Castiel a párunk, akkor... Uh, Azt mondja, hogy Ha kasszia nyomunk uh, Ugye van Kim, ugye Kasszia, meg Rosa is Oké okay. uh Huh. És kukkolom, hogy mit kell választani. Igazából. Itt ez egy nagyon jó kérdés! megmondom az őszintét. Mert nem írja attól a cucc, amit nézek. Hiha! A, legyen mondjuk uh, Castiel? Ah! Nézzük meg! Halló! Uh, Figyelj, de probléma van a szokozatok. Uh, minden Mindenesetre van egy kép nyomtató, vagy nincs véletlenül? Bocs, eladtam amikor úgy hogy <háblátom> nem leszek könyvelő. <háblátom> Nagyon vicces, de komik kö könyvtár zsúfolásig tele. Nincs valami ötleted? már fény évekkel korábban kiantottam az enyémet a könyvtárban. Uh, bocs, körbe ha is szólok, ha találok valamit. De, is, de te is keres, mert biztos nem. Ha találok bárkit is, kösz. Nincs mit. Uh, talán a megoldása a problémádra. Hívlak ma este. Oké, okay. kösz. köszi. Nyugi menni fog, kösz. Oké, okay, ez nem jött be. Hétfő mindig zárva, egyet kivéve, de az én busz... busztúr az életemről. Ah, ez túl kockázatos. Ha valami probléma lenne a busszal, le fogom késni le a leállás idejét. Úristen, egyetlen rohadt oldalról van szó. éppen ebben a pillanatban rohant. De hát már azt mondta, hogy átolvast egy csomószor, és amikor kinyomtatod, akkor nem olvasod, át, hogy minden megvan. Ezt nem is értem a karakter, tehát is is lab, nem az összes lap megvan-e. Meg hogy nem folytad a festék, stb. nem az utolsó napon, ez mekkora hülyeség. Ah, Az egyetemet végül is találtam valaki, tud, aki tud segíteni nekem. Oké, okay. nyugodj meg, semmi pánik. Betegszoba, menjünk a betegszobára. Kérdezzük, nem, nem, nem. Menjünk a menzára. Egy se jó. Menjünk a, nem a könyvtár, a kampuszra, uh, pihenőterembe. Uh, Persze és azt szét kellett választanom, hogy ez a az egyik asztal az elmúlt, volt egy nyomtató. Legalábbis azt hittem, de csak uh, egy régi fax volt. Senki nem fog találni itt. Oké, okay, nyugodja nyugodjál meg. Kettes És csis nyomtató. Nagy előadó. Mi az, hogy az előadóban nincsen nyomtató? Uh, WC. WC-ben is nyomtató. Oké, okay, úristen. <síl> <síl> Kollégium. Uh, folyosó. Csáni szabályában. Bocsánat, miért zavarlak. Kötött a szakdolgozatomat? Van egy közel van, de nem lett az a felnyitatóhoz. Jaj, ne, amit nem stimmel a szakdolgozatot, Nem hiányzik egy oldal. Az összes... É, igen, megpróbáltam. Fogtasd a kes, és még elintézek valamit, utána találkozunk az udvaron. Oké, okay, fasza. Köszi. Oké, okay, a saját biztos nincs egy nyomtató. Hát mert is lenne. Jan, Jan, Janna van. Hello, Jan. Uh, uh, hello. Uh, Miért? Be vagyok pánikolva, tiszta pánikba vagyok, nem látod? Ki kinyomtattam az oldalat? A szabályozatom, de nem tudok helyet, ahol azt megtehetném. Ah, igen, gondolom azt, hogy értünk a másik tele van. E, igen, 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 igen. De hogy nem tudok a szobátokban? E, sajnos nincs. Mi az, nincs, tudok? Csorók vagytok, pivad! Ha ah, azt hiszem, hogy leszek a könyvtárba. Nem, 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 nem. nincs más felasztásom. Hajrá, Szent Gyuri, legyek, hogy túl sok dolgot várakozik, elfogadják a majd az után is. Sajnos nem tudtam segíteni. Köszi, köszi, mindegy. Csá. nyomtató könyvtár. Az, Hering party van Lőttemben vannak Oké, okay. no, no problem Oké okay. uh. Menne a torkomba meg, ez a csenés, de hát a megoldást? Azt mondom, hogy itt, amíg ő megpróbál valahogy kimutatni az özülhányzó oldalt, oké okay nem mentem el próbálkozni, őt lehet, hogy nem fog minden elrontani egyetlen oldal miatt, legrosszabb esetben leadom úgy így, ahogy uh, van, és holnap bejelentem, hogy hiányzik egy oldal. Gondolkozz, mi gondolkoz gondolkozz! Nem lehet kimenni a házból, innen. Uh, nem lehet kimenni az uh. Itt egy állapotban leszek. Mauni! Nincs semmi. Hát itt már jártam! Jó napot, jó napot, fel, a zavarásért, és az zavasz például, itt vagyok, hogy szükség van. Emlékszik a nevemre? Nem fejlődöm a a paciensek nevét, te ha gondolod. Oké, később randizunk, de segíts már! Jó, van, nyugtalanak tűzik, egy vagyok! Kezdődik... nincs nagy reményeim, nyomtatót keresek. Hát azt az enyémet és a belső hogy keresek. A sportigazolások és egyébek miatt muszáj, hogy legyen nyomtatónk. Ő csak le. Ah, isten, köszönöm. Nem gondoltam, hogy így is lehet életet menteni. Minden örülök, hogy és tegez légy szíves. oké. 54 van, már csak 6 percen van, hogy kinyomtassam ezt a blow pikulát. Beköttetni, egyre jobban nem gondoltam a pánik. Nem tudom, ez lassú. Hát nagyon lassan jön ki, mert olyan, mintha hogyha végtelenség. <laughs> ez nem lehet igaz, mint az a sors. Talán át kellene ugranom az előadóba, hogy szóljak, hogy késésben vagyok. A segítetek, hát fel, elfordulni, hogy ez pedig meg sem hagyhatom itt hölgyet nélkül. Ám. ám szegény, és meg, meg, meg olyan kell most ott lennie, soha nem fogja meg elfogadni. Folytatottam 58-re, meg most már biztosan nem fogom bek tudni beköttetni, és így kell leadnom. Ah, és eszembe a sok kérdőtet, amit hallottam. Volt egy lány, aki egy héttel a detaidő után adta le a ezért nem engedték oda a védésre. Nem, kizárt, hogy most rontok el mindent. Éh, így kell leadnom. Minden rendben, elvégeztem, kizáltam hozzá egy oldalt, de nem tudom már bekötetni. szóval nincs más választásom, mint most mennem kell. Á, ah, igen, ma van a leadás határideje. Pisan minden rendben van. Lesz, várj, talán tudok segíteni. eh?

Hát igen, technikai probléma, ennyi, keményen dolgoztam a szakmazatban, és hát szó lehet róla, hogy ne vegyék át. Nem, nem akkor teje csak le az asztalra. Mivel ezt mondta a tanár úr. Azt hittem, hogy a leállási határidő 16 óra, igen, nem csak egy kis félreértés, és Petrik tévesen írta ki a plakátra, micsoda? Félreértés, igen. Azóta már levettük őket 20 óráig, sőt, még utána is leadhatják, mivel ma sokáig fog dolgozni. Így biztosan az zöldöbben leszek. Rohadjál meg. A kisnek meg így még van egy kis idejük. Ó, a futkosok, de igen, menjen és fűzesse be, spirálok erősebbek itt, várjuk már, ne aggódjon. Megölhetem ezt a csávót! De most tényleg megölhetem? Ezt meg szeretném. Ugyan semmiség. Nem ezt, a másikat. Mugratom um, a nagyobb, mert már a le lámbar tárul. Nyugodtan azon volna. <laughs> Köszönöm, tánul, azonnal jövök. És beálltam a sorba, e -be mint a nyomtatáshoz. És most teremben voltam, és már teljes bekötött szaglázatomat tehetem le az asztalra. Most már kimehetsz. Hála jó Istennek! El sem hiszem, leadtam vége. Ez a sokkal átlagozott átokozott hétvége teljesen kikészített. Az írásot esetek, amíg végig gondoltam, az átfogalmaztam, de aztán sehogy sem volt jó. Ennek vége. Hála Istennek! Kefel nem kezdtően, hogy elmondjam a hírt. Elfejletlen... Jaj, ne. Ez... Hello, Amber? a zavarlak, hogy vagy? Jól, és te? Hát mondd csak, hogy le tudtad adni a szakdolgozatodat. igen, igazából éppen ebben a pillanatban adtam le. Na, tök jó, szereztem egy kis összeröfenést ma estére. Összeröfenést? Igen, castiel Úgy, nagyon úgy néz ki, hogy Kim beszélt neki az ötletünkről. Van egy tálom arra, hogy megtaláljuk, hogy, hogy a tálom de ehhez mindenki segítségére lesz szükségem van. Azt mondta, hogy a rendőrség semmiképp se szóljak, de semmit sem mondott a barátairól. Mielőtt bármit is mondta, azt meg akartam várni, hogy mindenki meglegyen a szakdolgozata és leadással. De nem várhatok tovább, minél több idő telik el, annál inkább eltávolodik, úgy érzem. Nem lehetnénk ki... Nem élhetek így tovább! Tétlenül! Na jó, van. Hogy jó ötlet, hát akár is van szó, jó ötlet hát beszélni róla. Jobb, mint hogy egyedül lelkes hát csinálni. Valami tök jó, hogy feladod a témát. Köszönöm, köszönöm, nem tudtam, hogy mire, mire számít, csak beszéltem a Kastiel és jó lakása, úgy tűnik megbízhatóbb helynek, de nem igazán szeretném a kígyó fészben ez az ilyesmit. Hát, tényleg. Csak azokat hívtam fel, akik közel állnak uh, elhez. Kastiel belement? Igen, rögtön. Oké, okay. viszont csak eset tíz után. Uh, Oké, okay. nála találkozunk? Igen, most már nem kezdje, csak. Hát ez érdekes, nagyon érdekes. Igaza van, amiért tenni akart valamit, valami jót, hogy amiket minket hívott. Én se gondolom de nem tudom, mit tehetnék még. Ha csak este tíz körül lesz, akkor még sok időm van hogy összekészülni. Megmész a szabádba és készülj el programomra. Hát, jaj, nem ide. Jaj, akaratlanul is oda mentem. Na, sikerült leadni ideje már, nyomtatót keresek, hogy úgy néz ki, hogy uh, senkinek nincs, sincs otthona ebben a nyomorút városban. Nyomorút város? Most hallok először így beszélni. Uh, nagyon nyugodtabbnak tűnsz, leadtad. Igen. Uh, leadtuk. Még a védés. Ad már csak haba a tortán. Le hát igen. Elutazol. A családommal fogok tudni egy kis időt, hogy megünnepeljük a szakdolgozatot hogy, le, hogy nekem is fel kellene hívnom a fülemet, hogy szóljak nekik. Találkozunk pár nap múlva, ha visszajöttem. Szép lesz szép, hát most már nyugodt leszek. Szépen, Csani! egymást. A bőröndel. Folyosó, csábító szobája. Lepakoltam az íróasztalra. Anyu hív. Hát, halló? Na, hogy ment, leadtad? Hát igen, nagyon ügyes vagy. Hát, pf, pf, pf. kellett egy kis uh, idegroham. Öt év, és sikerült. Hát igen, közeledek a végéhez, de még nincs vége. Hát jó, azért is hívtalak, mert gondolom a és a védésed után jönnénk, ha neked is jó. Oké, semmi gond, és ez már megbeszéltük a legutóbbi, és amikor a várom, hogy találkozunk. Igen, és most már kivettük a szabadságot, úgyhogy... <laughs> akkor is indulnánk, ha nemet mondanál. Hát az fosza. <laughs> Oké, Készülj egy gyűlöletes hétvégére. Ó, és remélem, hogy arra gondoltál, hogy tényleg szeretném találkozni a pasiddal? Hát, um, nem nagyon engedik el ezt a témát. Csak szeretnénk közel maradni hozzád, Miharu, és nekünk fontos, hogy tudjuk, mi van veled. Oké, okay, hm. Hát, nem, de miért vagytok olyan biztosak abban, hogy van valaki az életemben? Ismerlek, és ezt biztosan meg tudom mondani, hogy ezen a valakin járt az eszed, amikor legutóbb meglátogattunk. Te kukkoltok! Ki a fejemből? És ha igaz is lenne, ki mondta, hogy már elértünk oda, hogy bemutassam a szüleimnek? Kicsikém, az egyetem után még jobban eltávolodunk a szüleinktől. Ez függetlenség pillanata. És az se baj, ha teljesen friss a dolog. Csak tudni akarom, hogy jól vagy, mielőtt teljesen elveszítünk. Hát Te anyó, sosem veszítesz el. Továbbra is hívni foglak, semmi sem fog változni közöttünk, vagy köztünk. É, igen, ezt mondjuk mindannyian. Anya, fejezd már be, hívjuk egymást, és lehet, hogy olyan távol leszek, mint most, de gyakorlat, gyakorlatban az semmi sem fog változtatni. Majd meglátod. Oké, okay, na jobb vagyom, de gondolj, hogy rajta, majd várom, hogy találkozzunk. Igen, hamarosan. Akarnak a barátommal, de kezd megijeszteni. Próbáltam fel, hogy kezdtélt, de nem vette föl, biztosan lefoglalt. Hát, meg üzenetet, amit elmeséltem a legújabb bénázásomat. Azt is elmondtam, hogy én bözt voltam a ma estéről, Aha. lehet, hogy a körülmények nem ideálisak, mégis alig várom, hogy lássam. Hát igen. És akkor közöttük az évfége és a turnés kezdete is. De egyre nehezebb elvonatkoztatni tőle. Mint az egész nap össze-vissza rohangáltam, egy, egy, zuhany, és át is kellene öltöznem. Nézzük csak, miből lehet válogatni. Oho! Szóval, a, a rövid pulcsi fehér tonacipővel egy elég laza, az Jan és Ryan. A B, vagyis vagy nem mondom a B, hanem nagyon szeretem ezt a magas derekú nadrágot. A C az a Castiel és Nathaniel És a Priya pedig nagyon szeretem ezt a magas darakú nadrág Mi, mi, mi? Az is? De az itt, ez a, az a... Na, kezdjük előről! Ez Castiel és Nathaniel A kék budgyos uh, Akkor a következő egy rövid pulcsi fehér uh, Tonacipővel, ez Jan és Ryan C pedig, a, ez a nagyon szeretem ezt a magas ö, derekú nadrágot, az pedig Priá. Szóval nekem a Castiel és Nathaniel kéne. Kék budgyos. Ez. Ugye bár, az a kék budgyos. Az, a, ö, az, pedig, a, ugye bár, a, itt a kék bugyos és mi soha nem volt rajtam. Megvesszük. Ide a szette gyakran be kellene hordanom. Hát, babráltam, le, le, és vártam, hogy este tíz legyen. Elfoglalt. Nem tudom, hogy egy helyben öcsörögni, lehet, hogy kicsit előbb érkezem. De annyi baj legyen, legrosszabb esetben ott fogok várakozni. Menj Castellhez. Hát megyek. Hogy kell menni Castellhez? Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá a próbájáról, ahogy csöngetem a kaput, szín azonnal kinyílt az ajtó. Van itt valaki? Gyere be, picit előbb értél ide. Ó, oh, hello! Bizonyosan hamarosan itt lesznek a többiek is. Annál jó, így legalább ezt tudom téged. Ó! Oh. Te magam, vagy magam, a szóval, csak, úgy éreztem, hogy minden örökké Tehát van el, a legutóbb, óta. Ó, wow! Te is hiányoztál. Hát még jó! Mert ideges leszek. <laughs> Igazából talán akartam a szakdobozatodat és a leadásához. Hát, köszi. Könnyen le tudtad adni? Igen, elég sok teendőm volt már ezért reggennyitáskor az első között adtam le. Akkor nem úgy telt a napunk. A <laughs> sajtozók... ki... Két pár üdítő, de miért nem... Aj, de prűdök. Oké, okay, ahogy jobban megnéztem, láttam, hogy elég táskásak voltak a szemei. Nem is tűnt fel, hogy mennyire fáradt volt. Megfogtam a kezét. A próbák meg minden jól mennek mostanában? Jól mennek, elég sokat kell gyakorolnunk mostanában. Uh, de nincs semmi ebben a semmi különös. De nincs ebben semmi különös, késznek kell lennünk a turnéra. Elég húzós időszak ez nekünk. Ó. Oh. Hát, na, no. ez ilyen. Uh, és akkor, ha sikerül befutni olyan országban is, ahol még nem is ismernek minket, akkor kész a világhírnév. Hát, uh... No. Hát, na. Uh, hát, igen. Most gondolkozom. Éh... Látom. Uh... Értem, biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Szerintem ez lesz az. Mert az igen, de rosszul semmire nem... semmire sem fog menni, ha a vezetőjük kipurcan több időt kellene szánnod magadra. Hát amúgy ez is plusz. Tehát mindkettő a plusz egyébként, és negat és amint, hogy plusz is, meg semleges is, szóval bármelyiket választhatjuk. Úgyhogy ez lesz. Nincs abban semmi, hogy húzós. kell visszakevennetek a tempóból. Mondd meg nekik. Kellen, mit csinálsz? Betolod a menedzserem képét? Meg az is lehet, igen. Ha kemény vagy, hát még szép. Jól vagyok, jó, jól vagyok, nyugi. Na, azért. Még úgy is tudom, hogy a élvezetesek adat, hogy fáradt vagyok. Köszi. Egyre nehezebb esténként úgy hazaérni, hogy egyedül vagyok. És mit akarsz ezzel mondani? Kötvezünk össze! A szívem megáll. Talán túl nekem ez a lakás. Csak mondd ki, hogy költözünk össze! <laughs> Azok én annyit tudod, hogy apukám, hogy ez a lakás kicsi lesz, a egy cipőm van. Na de... Um, Oké... Okay, um, mindkettő plusz, vagy semleg. Az alsó, vagy, vagy, a ez plusz is, meg semleges is. Uh, um, tudod, hát ha a van szükséged, hív fel, és nem lakom túl messze. És nem szedes, megint házat Úgy, kis, Hogy olyan, még a próbálak is koncertekre. Ez se rossz, de itt ez jó. Oké, okay, csak nem fogok hagyni négykor kirángatni az ágyadból, amikor hazaérek. Igazad van, jobb lenne, ha rögtön itt aludnék, amíg várlak. Mondd -e már ki! Ravasz kis csaj. Nem vagyok olyan ravasz, mint... Azt hiszed, hogy ravasz vagyok, de még ravaszabb vagyok, mint gondolnád. Uh, de komolyra fordítva, nem csak a lakásról van szó. Még a próbákon is, és amikor a dalokat írok, gyakran egyedül vagyok a stúdióban. Igen. Uh, gondoltam rá, hogy megint lehetne egy kutyám, de nem is tudom. De mindegy, démon úgy pótolható. Ez így van. Kivételes volt, semmilyen kutya sem pótolhatná. Uh, itt vagyok, ha szükséged lenne rá. Ó. Oh. Tudom és köszönöm. Merem remélni, hogy a védés után többet leszünk majd együtt. Én is még mielőtt útnak indulnánk. Hát, kellett felhoznod. Már e meg is, amikor indultak? E nem, még nincs. Még van egy hónapom, talán kettő. Úristen, szóval ez a nehéten jönnek, nem a legjobb, kor, ha csak ez a hetem van veled. Érthető, hogy veled akarnak lenni, érezetek jól magatokat. Igen, de nyáron is találkozhatok velük. De ebben az évben gyakorlatilag nem is látod őket. Há, de baj, megoldjuk. Um, Egyébként. Um, ja. um, és most jön az, ha ezt jól választátok meg, akkor jönni fog, hogy melyik a bizó. Uh, igen. Amúgy, ezt kell alasztani, szerintem. Amúgy, uh, ha úgy alakul, akár együtt is történik egy estét négyen a szüleimmel. <sínt> uh, biztosan emlékeznek még rád a gimiből. Várj, azt szerint, hogy a szüleiddel együnk. Mindannyian együtt? Ennyire elképzelhetetlen lenne? Ááá! Mm. <laughs> Sokkal nagyobb! Ah! Oké. Okay. Átkerült a berakamat, és lassú lány mozdulattal megcsókolt. Ó! nem, nem, csak erre nem. Uh, ez. Uh, mibe fog kerülni nekem ez a csók? Hegy valamibe. Hüha. Hüha. Uh, de biztos vagy benne, hogy ezt szeretnéd? Hát bemondtam! Hát, miért mondom, ha nem ezt akarom? Ah, nem hinném, hogy uh, sok értem lenne bemutatni és elmondani, hogy egy-két héten belül elhagylak. Hmm? Nem hagysz el. Mert megöllek, Ö, vagyis nem, Ö, én is. <laughs> és őse fognak elhagyni, Castian. Igen. Sajtettem neki kintene a porokat a kis asztalra Csipszett mugyagyót, és különböző gyümölcsleveket tett ki az asztalra Castiel megnyomta a kaputelefon gomját Vagyjából két perc eből kicsapódott az ajtó Nem? Ki? Miért akarod, hogy mindenképpen felhívni őket? Uh, nem kell... -e? Mi történik? Oké okay. Túl veszélyes Sziasztok pillantott. Ez komoly kezdtél, de a tél után ö, úgy néznek, úgy nézek én ki, mint akinek olyan rohadt sok kedve van rákcsálni. Azt hiszem, hogy szüle, szüle napozunk, vagy mi? Ó, a régi jó ember, akit annyira szeretünk. Kedves és hálás, tökéletes. Komolyan? Hát, tényleg azt hitted, hogy magyarót akarunk majd rákcsálni? Nem, arra gondoltam, hogy biztosan éhesen, éhes leszel. Biztos nem fog megetni, nem gondolod? Temette az arcát. Hosszú ereszkedett ránk, amíg ki és a lakásban. De mégis mit keresel? Ömlet ez, az, ez a kégli. <laughs> hát igen. Jó, köszi. Uh, én is ilyenet akarok, ha egyszer tudnél a mész, vagy mit tudom én, akkor átadod barátod ráron. <laughs> Gondolkodni fogok azon az ajánlaton. Uh, hát ez kéz. Uh, Szegeztem, azt még mindig kezébe temette. Um. Szerencsétlen. Oké, okay. uh, odalép ez a plusz kell, odaléptem. Én bárhoz, hogy megvilágosodjon, uh, a a tegyem a kezét. És hát a 90. Bocsánat, csak uh, beszélhetnénk végre arról, hogy mir, uh, miről szó volt. Uh, mindjárt felrobbanok. Igen, nyugalom. Mellénk a kanapéra, uh, mindenki itt van? Igen, csak azokat hívtam, akik képben vannak az egész történettel. De volt, aki nem akart eljönni, mint Priya. Mivel jogásznak készül, ez érthető. És vannak, akik túl elfoglatok ahhoz, hogy ne tegyen mint Rozá. Az én volt programja. Igen, ez az a kérd, szüksége van mindenkinek a segítségére. miért nem vesz senki sem komolyan? Na, nem mi erről van szó az egyetlen testvéremről, hát még jó. Most már biztosan halott, de senki nem csinál semmit. <laughs> Többet -több hallgattam, ahogy ordít, moca is se tudtam, mint hogyha beleszögeltek volna a kanapéba. A és még vékonyabb, mint amik utána láttam, már ha ez lehetséges. Ha már a latlen Láda is aggódna érte, azt hiszem, hát hogy az épp az mennyire szereti énből. Ember én én éppen ezért vagyunk itt. van azért vagyunk itt, hogy segítsünk. Hát ez az. Most, hogy kiakadta, kiadtad magadba a dühödet énből, talán kezdhetnénk beszélgetni, nem? oké. Okay. Szerintem szólni kéne a rendőrségnek. Jelezni kell az eltűnését, és az egyetlen eszközünk arra, hogy a cselekvésre bírjuk a rendőröket. Én ezt gondolom, mint Castiel. Ne. Iha. Jaj, nem biztos, nem biztos vagyok benne, hogy akik megtámadták, még minden, mindig figyelik, és ha a rendőrökkel látják, meg fogják ölni. Attól félnek, félnek, hogy megtörik és feladja a hálózat többi tagját. Jó, akkor tegyük rendbe a dolgokat. Pontosan mit akarsz imből? Hogy visszajön a városba, hogy visszajön és itt éljen, vagy beszélni vele, tudni akarod, hogy életben van-e, csak tudni, hogy jól van-e. Ebben az esetben csak meg kell találni a módját, hogy elérjük és hogy válaszoljon. Talán azért, mert nem válaszol az üzeneténkre, mert megszabadult a telefonját. Is. Az elég valószínű, mivel a telefonokat könnyű lekövetni. Uh, bepattanhatnánk egy autóba, és körbejárhatnánk a környező városokat, mondjuk uh, minden hétvégén másikat. Nem, nem mehetett túl messzire. Mint ha csak tűt keresnénk a szélekazabban, semmit sem tudunk róla. Mégis az lett a világ, hogy a világ másik felén van. Aha. Nyomgat kell keresnünk, biztosan vagy ott, hagyott valahol valamit. A lakás, a kezdhetnénk azzal, hogy a tövér átkutatjuk. Azt hittem, ezt már meg megtetted, mióta nálad van a kulcs. Túlságosan fáj a lakásra, nem, még nem tettem meg. Hát akkor... Hát szep, hát menjünk! Az is csak felszínesen. most azt mondom, hogy kutassuk át rendesen minden könyvet, minden fiókat, négyes tárgyat. Felkészült az útjára, mint mindig aplikosan készített elő. Uh -huh. Csak keresni kell, uh, biztos. Uh, Találunk valami nyomot. Hmm. Oké. Okay. Uh, kezdésnek jó ötlet követlek. Ezt nyomjuk, mert akkor kapunk illusztrációt. És plusz is. Látjátok, száz százalék. Jui! Gyerünk, menjünk! Van kulcsotok? Még szép. A táskájából. Itt van a kulcs, ne vesztegessük az időt. Kezdet, ki kapta a kezemből a kulcsot, kezéből ad vissza. Uh, még semmit sem beszéltünk meg. De már tudjuk, hogy ez az egyetlen lehetőség. Nem veszíthet... veszhet, Na, lala. Veszíthetünk több időt! Nem hagyta. Akkor megyek egyedül és betörök. ember Be van kamerázva. Mire észrevesznek, át fogom kutatni a lakást, és meg fogom találni, amit keresek. ember bőr. egy lakásba. Komolyan. Legalább megszerz, amit keresek. Amit keresek. Hát nem értitek, semmi sem állhat az utamba. Hát értem, de nyugodjál már le, kis anyám. Egy pofon jól esne neki amúgy. Ami nincs róla hír, semmi. Semmi sem fog megállítani. Hát jó. Megyek is, valaki velem tart, ketten előbb végzünk. Kastiel, miért adod neki a... Hallod? Tehát nem lehet meggyőzni így legalább nem kell betörni a lakásba, és még jobban felhívni magára a figyelmet. Veled megyek. Bocsikász, a legutolsó dolog, amire szükségem van, hogy az, hogy a város legismertebb emberével maszkáljak. Maradj itt, gyorsan végzünk, legfeljebb két órán belül visszajövünk. Ha találunk valamit, szólunk. Öm, mert ha lesz ötleted, hogy melyik városban lehet, már pattanunk is be, és az autóba is lépünk. Az éjszakak a közepén? Még szép? Különben miért hittad volna össze összetiteket? Egyedül is átkutathattam volna a lakást. el már belement, hogy elvisz autóval, ha lesz egy biztos úti cél. Aki nem szólt, csak bólogatott. Hát jó, talán uh, mit, te mit csinálsz, mert úgy jössz, vagy maradsz? Hát szessze. Hát szessze. Hát Természetesen megyek veled. Hát Késlekedés nélkül kiléptem a lakás ajtaján, gyorsan felkeltem és követtem. Kezdte visszahozott a kezemnél fogva, tartsd magad a telefon, az enyém itt lesz velem. Oké. Okay. Nincs messze a lakása, ha a legkisebb probléma adódik, csörges meg, küzdnetet, mindegy, csak jelez. Két perc ebből ott vagyok. Minden rendben lesz, a lakházat, és valószínűleg üres kézzel jövünk vissza. Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk! Na. Oké, okay. Meg a kezemet, jó van, csapassuk már, hallod, én izgal, izgatottan, bár bejök izgulva, Istenem, hát menjünk, kapjuk szét. Hétfője, be a park sehol senki. Köszönöm, hogy csak tudom, előttem fut pedig magas sarkuban van. Ami megérkeztünk a ház elé, már be is nyomta zárba a kulcsot. Úgy hogy semmi sem volt a lakásban, mintha megfogyott volna az időben. Ez ugye letette a holmiát az egy egyik sarkába. Te kezd a könyvesporcnál, én átnézem a fürdőszobát. szobát. E, semmi köset láttam, lát. Találtam. a könyves után érszekre, néztem körül. Ószer, más könyvek, egy törött karóra. Recsen és hallatszott. Mi volt ez? Te, nem te voltál? Nem. Azt a kurva? Valaki közeledik? <laughs> Oké, okay, megfogad az első kést, ami a kanyapultan a kezébe, ügyébe került, majd öö, lekapcsolta a villanyt. Az ágy mögé Látták, hogy bejöttünk. Látták, hogy bejöttünk a lakásba. Mit akarsz ezzel a késsel? Te körültél? És te mit szeretnél csinálni, ha megtámadnak? Öh, hát igaz. Kinyílt az ajtó. Um, eszembe jutott, amit Kessia mondott, hogy jelezzek neki, ha bármi van. De az a telefon is az irosztalom van. Az ágy másik felén nem érem el. Az ad egy férfi kononait lehozott el. Jó, sötét haj, széles vál. Emel a kezét, majd meg fog látni, mint Nem az új fegyver van hogy nálam? Hogy mi? Uh. A... Mi? Nem sikerült az ajándékképet. Ja, nem az ő izéje volt rajtam a ruhája. De akkor meg a castiel el uh, rontódik el, mert ugye a, a ruha az ugye kérlek alássan uh... What? nem, ez Castiel és Nathaniel volt. Miért nem sikerült? Hmm. Pedig ez is Castiel és nathaniel ez az a, az a naci fura. Pedig mindent úgy csináltam, hogy kellett. Huh. Ez fura. Ha valaki tudja, akkor mondja már meg. Na tényleg te vagy az? Epizód vége. Számít a véleményem? Hm. Történet? meg hm, is jó. Ajándékképei? Nem volt vele gond, de what the fuck, hogy nem kaptam a izét. A szed. Hát, közepes. Romantikus pillanat a kedveseddel? Ö, közepes. Játék teljesítménye? Azzal nem volt gond. Nagyon szívesen. Jó, wow, oké, okay, um. Hamarosan itt leszek majd a 18-kal, wow! Uh, nem tudom, hogy mi történt egyébként, mert arra full arra mentem mindig, uh, amely az képhez vezetett, úgyhogy... Uh, nem tudom, hogy mi lett a gond, hiszen a ruha is rajtunk volt, és a Castiel képet is megszereztem. Úgyhogy ez a rész, ha jól számolom, 1500 akciópontba került. Ugye? Azt mondja, hogy 7877 és 9300 volt nagyjából. Vagy nem. Tehát ilyen, ja. Fogjuk rá, ilyen 200, Hát, ilyen 1500 körül, 1600-ra tehető nagyjából az akciópontok száma. Úgyhogy, ja. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez az epizód, és akkor lesz 18, 19 és 20. Úgyhogy, hát, most kicsit felültem. <laughs> uh, jó, wow. Oké, hű, most másik oldalra nézzük, máshol van a kamera. Oké, szó, találkozunk akkor a következő epizóddal. Egyébként végig ezeket kell nyomkodni, hogy megkapjuk az ajándékképet. Forcsálom, hogy nem, de ha valaki tudja a választ, akkor aznak megköszönöm. De ezekre kell kattintani, szóval ezek a helyes válaszok. Érdekes, lehet, hogy bezavarta, hogy a ruha. Hát ha bár nem, hát végig ez a ruha volt. Ah, hogy más is van rajta esetleg, nem tudom, mindegy. Ö, nem tetszett ez a rész, és ö, találkozunk ö, legközelebb is. Megpróbálom, hát nem biztos, hogy ezen a héten az összeset kiátszani, mert ö, akciópont az van, hála jó Istennek, szóval ne féltek, az mind meg lesz de egy-két héten belül mindegyiket megcsinálom, a 18-19-20-at, és igazából ennyi lenne, utána találkozunk legközelebb is, úgyhogy jók legyetek is, addig is, sziasztok!